Na szóval most ott tartunk, hogy akkor nézzük csak, hogy mi az, amire nekünk feltétlenül szükségünk van. Ez maradhat itt igazából, pisztolyra semmi szükségünk jelenleg. Ő pedig elvileg, totálisan hülye helyre raktam, szóval fogalmam sincs, hogy mi az. Ja, ez nem fog kelleni jelenleg, illetve ott pedig van még elvileg... Shotgun lőszer? Rosszul láttam? Nem, jól láttam. Vegyük fel. Kivéve, hogy nem tudjuk, nem baj. Szóval igazából most fogom magamat és ezt itt kiszórom. Leave, köszönjük szépen. Ezt fölvesszük, mondom, ezt fölvesszük, azaz. A shotgun lőszer az mindig jó jön, ellenben itt fogom hagyni még ennek a környékén. Azt mondja, hogy őt... Szintén itt hagyjuk, igen, azt viszem magammal. Az hasznos dolog, ő marad. Jó, véleményem szerint akkor teljes mértékben jók vagyunk, annyi különbséggel, hogy ezt még itt szépen átpasszolom Vilmosunknak, jó? Úgy, illetve kap tőlünk egy pisztolyt méghozzá ehelyett. Oké, és tökéletes, akkor most mehetünk tovább. Váltunk is, futás, jó? Gyere csak, Rebi. Igen. Egyelőre még megtartom magamnak ezt. Mondjuk, hogy miért ezt csinálom, azt nem tudom. Na mindegy, szóval ez egy nagyon-nagyon mókás rész lesz. Remélem, hogy nem fogom elcseszni. Ugyanis. Most visszamegyünk oda, ahol ugye első körben köröztem. Ja, első körben csak elköröztem körülöttük, és remélhetőleg... Ja, ez nagyon jó lesz. Sajnos oda-vissza futkostunk el egy darabig. Szóval most, hogy együtt vagyunk, most ezt kihasználjuk. Odafönt van egyébként egy pár rohadék, akivel jelenleg nem nagyon kell foglalkozni. Ja, de majd kell. Azt mondja, hogy Billy az etekre van állítva, szóval tök jó, oké. Fegyver van nála, na ez kurva jó lesz, gyerekek, csak sikerüljön. Ahogy belépünk, elvileg azonnal dobálni kell ezeket a rohadt molotov koktélokat, és akkor szeretni fogják. Jó, oké, három elég nekik, jó, tehát innentől kezdve ez tiszta ügy. Kulcs az kinél van? Persze, hogy Billynél, nem baj, oké, jó. Tehát most megtisztítottuk őket, van fegyverünk, minden az égvilágon, úgyhogy bejövünk ide szépen. Ez így van, köszönjük szépen. Kukázzuk is, tökéletes. Ezt elcsesztem, mert vissza kell váltanom Rebekára gyorsan. Gyorsan. Egy. Kettő. Három. Négy. Négy elég neki, jó? Újni, na most amíg haldoklik, addig teljes mértékben faszák vagyunk. Ugye? Ez a rész ez már neccesebb lesz, de nem baj. Mert elvileg működőképes talán. Ja nem. Itt teljes mértékben jók vagyunk, még a következő lesz majd problémás, de mindegy. Szóval azért jöttem én mindenképpen kettővel egyszerre. Most akkor szépen váltunk Vilmosunkra. I'll check it out. Külön megyünk. Szóval, Vilmosunk az tud kérem szépen zongorázni, mert miért ne tudna zongorázni? Természetes, hogy tud zongorázni. Na szóval, akkor váltunk Rebire, nézzük csak, hogy helyem az még tökéletesen jó, szóval akkor beszaladunk ide. Van itt egy pár dolog, amit föl fogunk szedni. Egyrészt, mondom, föl fogjuk szedni. Magnum ammo, természetesen, mert az Istennek itt nem hagynánk, jó, tehát ez rohadtul jó. Illetve van itt egy aksi, amit szintén föl fogunk szedni, mert az kell, gyerünk, vedd már ki. Köszönöm, illetve itt van egy üveg. Közben bezáródik az ajtó sajnálatos módon, de majd nem baj, mindjárt megoldjuk. Közben még itt is van üveg, molotov koktélnak, ezért hoztam magammal ezt a jó kis benzines kannát, hogy ne kelljen nekem utána futkostom ide-oda-amoda, hanem
szépen itt megszabadulunk kettő helytől is. Tökéletes van 8 darab Molotov koktélom, az eléggé sok mindenre elég. Magnumot egyébként azért érdemes megtartani, közben váltunk videóra, hogy nyissa ki megint. Azért érdemes a Magnum lőszereket egyébként mindegyiket összeszedni, csak is szeretném mutatni egyébként nektek jelenleg a számát, tehát azért 9 darab lőszer az már egészen korrekt. Azért kell mindenképpen felszedni, mert még a hunterek is egyetlen egy darab lövéstől megfekszenek. Ami egy mocskos módon jó dolog ebben a játékban, ahol hogyha valami hiányzik nálatok, akkor vissza kell futni az Istenverte háznak a túlfelére, bakker, hogy összeszedjétek a lőszert hozzá, jó? Tehát ez egy nagyon-nagyon fasz dolog. Na, akkor nyomjuk. Told a Billit. Na, kint is vagyunk, ugye? Gyere, Rebi! Mehetünk, meg vagyunk, tökéletes, menjünk együtt, jó? Follow me! Na, gyere! Na, következő rész, az már problémásabb lesz, de remélhetőleg nem fogok vele túl sokat tökölni. Ez necces lesz, de megoldjuk. Futás! Gyere be! Na, most Billit elküldjük, gyorsan. Menet közben itt szólunk Rebekának, hogy állja. Roger. Jó helyen vagyok? Várjunk csak. Ja, jó helyen vagyok, oké. Az valami íromány? Azt sose tudom. Nem íromány. Na mindegy. Hagyjál békén, nem? Tehát továbbra is van nekünk egy ilyen emberünk, akit nem szeretünk. Ez van. Na most én Willivel megpróbálok gyorsnak lenni. Muszáj, sajnálatos módon. Meg hely kell nekem mindenképpen, jó? Tehát akkor jelenleg ezt átpasszolom... Átpasszolom Rebekának, akinek most éppen van helye. Köszönjük szépen, Rebeka, hogy van helyed. Nagyon kedves vagy. És akkor Willi az egyedül fog bemenni ide, jó? Méghozzá. Úgyhogy nincs nála semmi, az a biztos. Oké? Csak hogy eddig gyorsak legyünk. Futás. Benéztem, bassza meg, rossz helyre jöttem. Hagyjál békén? Nem, elnézést, totálisan rossz helyre jöttem, majd ide később fogunk érkezni, jó? Bocs. Medve, bocs. Nem ez az ajtó, hanem vissza. Itt kicsit össze lehet kavarodni az ilyen sok kis fiszfasz folyosón, de nem ez a legnagyobb problémánk, jó? Szóval ez most jelenleg annyira nem foglalkoztat. Futás. Sok kis fiszfasz csótány az nem érdekel, szóval az teljes mértékben fasza. Na, itt futás azonnal, jó? Szevasz! Meg is van, és akkor vissza, ugyanez, jó? Tehát mielőtt még nagyon-nagyon elkezdene csápozni meg hasonlók, oké? Más itt nincsen, szóval ezt az egyetlen dolgot elfelejtettem az előbb felszedni. Most jó vagyok. Töké, köszönjük. Futás, jó, csótányokat hagyjuk a csába. Szevasztok. Csótányok, én mindig csótányoknak hívom őket, amikor igazából... piócák, Isten verte, piócák. Nem szeretjük őket, jó? Na. Na gyere, Rebeka, jó? Most akkor itt bemegyünk. Itt van zombi is. Természetesen, miért ne lenne zombi? Aki mondjuk különösebben nem érdekel, csak egyel kell foglalkoznom aktívan. Jó, a másik az különösebben nem zavar engem. Menjél már. Nem arra mennyi. Jó, akkor mindegy. Közben ezt használjuk, jó? Kaptunk egy táblát. Gyere, Rebi! Kicsit megfuttatjuk a hülye gyereket, jó? Tehát ne használjunk el többet, mint kell. Most merre megy? Oké, tökéletes, jó. Akkor húzunk innen a csába. Na végre, köszönöm szépen. Rebeka, hagyjad békén, jó? Rossz Rebeka, nem. Békén hagy. Tökéletes. Na, ez volt eredetileg, és a terv csak rossz fele jöttem, szóval ez teljes mértékben fasza így.
Nem, és már dobta volna, és már dobta volna a nőstény állatja neki. Meg is vagyunk, köszönöm. Ja. Most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy erre nem kéne jönnöm most. Aztán lehet, hogy igen. Nem, ide majd később, azt hiszem, ide majd később talán. Nézzük. Jó, ott van még egy üveg, hogyha valakinek kellene. Tudjátok mit? Majd később jövünk ide is vissza, jó? Tehát akkor van itt üvegünk, van itt pisztolylőszerünk, azt fölvesszük, mert miért ne vennénk föl. Van itt nekünk egy gyógyító egyébként, van ott egy az Isten spré, amivel érdemes foglalkozni, meg hát itt van nekünk gépecske, de hát majd ide is visszajövünk. Jelenleg még az hogy a helyünk sincsen. Nem is értem egyébként, hogy miért akartam én itt bármit az égvilágon. Exchange, jó. Oké, el is kérem az összeset, jó? Tökéletes, váltunk, és akkor most van 2 darab táblánk, meg van egy aksink. Tudjátok mit, úgyis fölfele megyünk, akkor, meg úgyis van még elvileg benzinkanna valahol, szóval akkor én ezt most föl fogom menni. Jó? Valamint. Menjél innen, van még egy helyem, vagy nincs? Nem engedi. Jó van akkor. Elvileg nincs. Billynek még van, úgyhogy akkor Billyvel fogjuk fölvenni. Jó? Billyvel fogjuk fölvenni, és akkor tökéletesen jók vagyunk. Nos, mivel hogy megvan az aksim, megvan 2 darab izém, ugye? Sprével nem foglalkozom. Én csak az ördövényt nem fogok találkozni, de tudjátok mint akkor ezt kidobom, és akkor a sprét azt viszem magammal. Így is több van egyébként, mint kellene. Zöldövényt viszont nem fogok most találni, csak nem megyek olyan helyre, ahova nem szeretnék. Szóval ez most itt teljes mértékben fasza. Megyünk vissza egészen a... gyakorlatilag vissza a fő halba. Teljes mértékben oda-vissza. Ez megint időbe fog telni. Bocsi, Rebi! Így gyorsabbnak kellett volna lennem. Na mindegy. Van sprém! Teljesen fasza. Nem ide akartam, de mindegy. Benéztem. Az a baj egyébként, hogy tényleg ez a vegyesen használom D-padot meg a másikat. Húzunk innen! Vegyesen használom ugye a D-padot meg az alternatív irányítást, ami azt jelenti, hogy időnként vannak ilyen dolgok, amikor benézem, mondjuk, hogy tényleg nehezebb fordulni bele, mint amennyire gondoltam. Na most, ami fasza. Ami nagyon fasza. Hogy most akkor szerintem én itt föl is jövök. Itt kipucoltunk már mindent, jó? Tehát soha többet nem fogunk itt pakolgatni. Ami jó. Ami viszont még faszább, hogy van nekünk itt millió lőszerünk. Millió lőszerünk, jó? Illetve Rebekának pedig, ugye? Ja. Használjunk egy picit belőle, jó? Ja nem, bocsát, most vettem le a kezéből. Szóval használunk egy picit belőle. Billynél van ugye pisztoly, Rebekánál van ugye Molotov koktél, és itt pedig a lépcső tetején van egy pár ilyen rohadék, akit nagyon-nagyon szeretünk, ugye? Mert miért ne szeretnénk? Ami jó bennük, hogy ideig tudnak jönni. Tehát beljebb nem. Azért voltak páran, hogy szakadnának meg. Jó van, akkor gyere Billy. Na. Szépen lassan kezdünk kijutni egyébként innen, ami egy tök pozitív dolog. Vilmosunkkal most pedig... lehet, hogy jobban jártam volna. Ja, mindenképpen jobban jártam volna, bocsánat. Inventory management, jó? Tehát most fogok lepakolni egy pár dolgot, amire jelenleg nincsen szükségem, meg nem is lesz szükségem. Most legalábbis. Szóval... Egyetlen egy ajtó van még, amit ugye nem mentem keresztül, de már kinyitottam, egy kardos ajtó, hogyha emlékezhettek rá, az pontosan itt van elrejtve. Jó? Tehát pontosan itt van elrejtve. Ő nekem most kelleni fog.
ez az a rész, amit hogyha teljes mértékben megcsináltok, akkor ez a vissza nem térés pontja, jó? Tehát hogyha itt tovább mentek, ez a baj, hogyha itt tovább mentek, akkor vissza lehet térni egyébként a főhalba, meg a többi helyre, viszont tele lesz mindenféle rohadékkal, amit mi nem szeretnénk, jó? Tehát akkor most kettő táblát azt itt beletömök, ami nálam van. Oké? Oké. Gyerünk. Billy a ketteske. Oké. És akkor... kettő tökéletes. Most pedig akkor kiszúrok egy pár dolgot, amire jelenleg nincsen szükségem. Azt mondja, hogy nem fog kelleni a shotgun jelenleg, nem fog kelleni ez sem. Rebekába kidobjuk az aksit Billynek. Ezt lehajítjuk, igen. Ezt itt hagyjuk, okés. És akkor most talán már lesz elég helyünk ahhoz, hogy vissza tudjunk menni. Jó? Most talán már lesz elég helyünk. Jössz már, Billy? Ja. Reméljük, reméljük, reméljük. Úgyhogy most fogok visszamenni gyakorlatilag a főhalba, és begyűjteni mindent. Tudjátok, hogy ezt is itt hagyom, jó? Tehát biztos, ami biztos alapon. Yes, leave, és... ja, itt lehet egy pár dolgot elhasználni. Okés. Oda totálisan ki vagyok pucolva, nincsen szükségem semmire az égvilágon. Most fogok visszamenni szépen itt a fő halba, hogy összeszedjek mindent, amit én szeretnék tovább vinni, ami jó sok dolog. Jó sok dolog, bakker. Nem kevés. Még szerencsé, hogy itt már nincsen semmi az égvilágon. Jó, tehát kipucoltunk mindent, kinyírtunk, megöltük, felaprítottuk, felgyújtottuk, és a többi, és a többi. Szóval nyugi van, boldogság van. Hatodik rész van, gyerekek, jó? Tehát közelítünk nagyjából a kétharmada felé, ami egyébként azt jelenti, hogy ha tényleg ilyen szinten összecsipegettek mindent, mint amit én is csinálok, akkor ez nem egy rövid játék egyáltalán, jó? Tehát ez egyáltalán nem egy rövid játék. Na most akkor nézzük, hogy mi az, ami nálunk fontos. Azt mondja, hogy a húgsát ott mindenképpen vegyétek föl, jó? Tehát ez sajnálatos módon tényleg egy olyan cucc, amit egyrészt nehéz eltalálni, másrészt pedig muszáj, másrészt pedig muszáj. Üveget hoztam magammal, vagy egy kis idióta voltam? Egy kis idióta voltam, jól van, nem baj. Nézzük, csak azt mondja, hogy... pisztoly, azt kell, köszönöm. Az is kell, igen. Mit tudok még fölvenni? Ezt már nem. Egy helyen még van, vagy nincs? Ezt még föl tudtam, oké, akkor Billy, te jössz. Mondjuk, hogy ezt minek hoztam magammal, azt nem tudom, jó? Tehát kuka. Köszönöm, kuka. Oké. Te maradjál itt, Rebi, jó? Most Billynek van egy kis dolga. Van egy kis dolga. Bocsánat, hazudtam, ez a harmadik ajtó, amit ugye szintén ki tudtam nyitni. Volt annyi eszem, hogy odaadjam Billynek az aksit, vagy nem? Mindjárt megtudjuk. Volt annyi eszem, kiváló, kiváló. Szóval, itt is van, mondom, itt is van. Láthatatlan falak az erősségeim. Szóval, ide szépen be tudjuk tömni az aksit. Erről van szó. És jól ledugva meg fogjuk találni majd itt. Tökély. Igen, lift. Jól ledugva meg fogjuk találni majd a harmadik táblát is. A harmadik táblát is, oké? Okay? Haladjunk, kérem, haladjunk. Meg is van. Analóg irányítás az igen, tehát nem, néha beakadott. Lehet egyébként, hogy kontroller hiba, nem tudom. De na, ez a doboz kell nekem, szóval most gyakorlatilag átmászok a túloldalára. Hatodik rész, gyerekek. Hatodik rész. Közben meg van, aki ezt 50 perc alatt lenyomja. De ez megint csak az én szegénységi bizonyítványom. De tényleg egyébként. Vagy nem a szegénységi bizonyítványom. Ugye ezt megígértem nektek, hogy mindent megnézegetek, olvasgatok egyéb. Tehát még azt is felszedem, amire nem feltétlenül van szükségem. Tehát tényleg ez a... higgyétek el, hogy nem kell 150 darab lőszerbakere be a játékot. Anyád úristen, itt már toljad.
Na végre. Tehát én nem kell 150 darab lőszer ebbe a játékba a pisztolyhoz, oké? Okay? Nincs erre szükség. Gyerünk. Billy az egyébként gyorsabban tolja a dolgokat, úgyhogy érdemes vele jönni ide. Most én meg... Miért nem toltam tovább? Mert hülye vagyok. Told már! Istenem! És ezt tényleg nem tudom egyébként, hogy ez most... Na végre, oké. Okay. Ezzel már működött. Analóggal valamiért itt megállt. Na mindegy. Látjátok, ott a bal felső sarokban egyébként rendkívül csillogban, mint a Salamon töke. Told már! Most miért nem tudom tolni? Van, én megakadt vagy nem tudom. Lehet. Oké. Okay. Az a baj egyébként ezekkel a fix hátterekkel, itt ebben a játékban, tehát másikban nem tapasztaltam egyébként, hogy annyira mocsok módon szarul van kezelve, tehát egy csomószor van, hogy nem látod pontosan, hogy hova kell lépni, vagy egyszerűen belóg oda, ahova menned kellene. Kurva idegesítő, menjél már föl, köszönöm szépen. Harmadik tábla, köszike. Na most itt, hogyha egyébként kicsikét kijebb nézünk itt, akkor láthatjuk, hogy itt ugye a kastélynak a másik felén vagyunk. Le van szakadva, tehát tovább menni semmiképpen nem tudunk, nem kell vele foglalkozni. Hogyha ide pedig elnézünk még erre az oldalra, akkor láthatjuk, hogy itt is rendkívüli módon le van zárva, jó? Tehát innentől kezdve egyetlen egy utunk vezet még hozzá-vissza. Harmadik tábla megvan, és még akkor gyűjtögetünk egy icipicit. Icipicit. Aztán majd elrendezzük, hogy mi van. Egy helyen még hagytam ugye benzines kannát, ami Rebekának jól fog jönni. Most elnézést, egy kicsikét ilyen oda-vissza futkosós lesz. Ez van, ezt kell szeretni. Jó, bocsássatok meg nekem. Túléljük. Kivéve, hogy nem ide kell jönnöm. Nem ide kell jönnöm. Szóval egy helyen hagytam benzines kannát, ami azt jelenti, hogy fogunk tudni csinálni még belőle ugye mi a radai rossebbet. Segítsetek már, segít... Mondom ezt úgy, mintha élőznék bakkemmel, és te Molotov koktélt, jó? Tehát, hogyha itt lejövünk, akkor ugye egy benzines kannát azt hagytam még ott, ami azt jelenti, hogy Rebivel még azt is össze fogjuk tudni kombájnolni szépen. Futi-futi. Ezt tényleg addig csináljátok meg, addig hordjatok ide mindent, amíg tehetitek, amíg van hely, amíg van lehetőség, jó? Tehát aztán majd, ha ott leszünk, akkor majd válogatunk, hogy mit tudunk elvinni, vagy mit nem tudunk elvinni, oké? Okay? Oké. Okay. Megvan, köszönöm. Vigyük vissza neki. Egy életöltőt úgyis el fogunk most használni, mert úgysem fogjuk tudni mindegyiket elvinni magunkkal, szóval... Ennyi. Ennyi. Hú. Gyerünk. Molotov koktél egyébként egy olyan dolog, hogy Billynek nem érdemes adni, hogyha esetleg próbálkoznátok vele. Valamiért a... Nagyobb darab férfi ember, aki rendkívül ki van képezve, egyszerűen annyira balfasz, nem tudja elhajítani rendesen. Most elvileg itt nem hagytam már semmit a puskán kívül, meg ott van még némi élettöltő. Rebekával vajon mi van nálam? Ezt például itt is hagyom a csába, jó. Az üveg az pedig ott van, szóval... Most némi élettöltőt azt föl fogunk szedni, jó? Amit el fogok tudni vinni magammal. Elvileg több helyem nekem sincsen, szóval ez így jó. Mondom én. Akkor váltunk gyorsan. Rebeka, gyere! Gyere! Azaz. Vedd már föl valamelyiket, mindegy. Jó, tehát egyet elhasználunk, egyet viszünk magunkkal. Tökéletes. Aztán majd úgyis ott, amikor visszatértem oda, akkor úgyis majd válogatok, hogy mi az, amit el tudok hordani magammal, meg mi az, amit nem, szóval, ja. Tényleg nekem teljes mértékben tök mindegy. Gyere már. Tehát nekem teljes mértékben tök mindegy egyébként, hogy merre megyünk pontosan, vagy hogy most mit viszünk magunkkal pontosan, hogy most sprét vagy piros-zöldet, annyira mindegy egyébként. Az egyetlen cél az volt tényleg, amellett, hogy egyébként magamat is tudjam gyógyítani menet közben, hogyha elcseszem, már pedig elcsesztem. Az egyetlen cél az volt, hogy ugye összeszedjem és megmutassam, hogy össze lehet szedni. Ez volt az egyetlen cél, semmi más. És akkor most futi.
meg is van, köszönjük. Vaze! Nem szeretem ezt a részt, de ez van, nem kell mindent szeretni. Szóval akkor jövünk ide lefele. Föl tudom szedni, vagy nincsen helyem, mi? Persze, hogy nincsen, mert kis pénisz vagyok, először ki kéne dobnom valamit, szóval akkor gyorsan kihajítom itt ezt a legfontosabbat, igen. Aztán megvan. Gyorsan megszabadulunk-e? Édesanyám, hogy ezt is itt hagytam. Jó van, ám oké. Remélem, hogy most azt veszi föl, ami kell. Nem, nem azt veszi föl. Megőrülök ettől a nőtől, banyag. Tehát ott van telibe egy üveg, és nem tudom fölvenni az üveget. Csezd már meg, na végre. Na végre, köszönöm szépen. Ugye ez a sima molotov koktél. Akkor hol hagytam üveget? Hol hagytam üveget? Mindjárt meg lesz, jó? Tehát elnézést, kicsikét rendezkednem kell itt, aztán majd úgyis haladunk tovább. Még mielőtt beletömném ott a dolgokat. Az üveg, vagy spray, vagy mi az? Ott az üveg. Akkor molotovot azt jelenleg meghagyjuk, és ezt pedig addig kiteszem ide. Jó, Billyvel pedig akkor cserélünk, és kérek tőle egy kannát. Tökéletes. Ezek kettő helyet fogok spórolni magamnak. Ne, azt vedd föl. Nem. Szóval mindjárt kitalálom, hogy mit viszek magammal. Léci. Tökéletes, köszönöm szépen. Utálom az inventory managementet ebben a játékban, de tényleg. Szóval akkor most combine, oké, ezt pedig akkor itt hagyjuk a francba. Jó, ami nagyon fontos, húsát az mindenképpen kell nekem. Ami kell még nekem, az a pisztoly, a szászá, nem a benzines kanna, hanem a pisztoly. A pisztoly, mert anyádat azt, na végre. Szóval kannát ott hagyjuk, jó? Arra semmi szükségem az égvilágon. Leave, yes. Oké. Erre szükségem van mindenképpen. Igen. Hogy állok helyileg? Szarul, de büszkén. Willing az szintén egyébként. Na most akkor Vilmosunkkal azt fogjuk csinálni, hogy én ezt itt beletömöm, jó? Visszafelé már úgysem fogok tudni menni, tehát mindent kipakoltam. Ez itt teljes mértékben fasza. Oké, és animáció. Na ezért mondtam, hogy training facility completed, innentek ezért ugye mindent kiszedtünk, ez itt teljes mértékben fasza, csak ki kell találni, mit tudunk magunkkal vinni. First aid sprayt azt nem. Jó, tudjátok mit, kipakolom itt a gyógyítókat, aztán akkor meglátjuk, hogy mi az, ami még sikerülni fog elvinni, oké? Jó. Tökéletes. Hugshot az nálunk van, az fontos egyébként, majd később úgyis használni fogjuk. Sajnos, de tényleg azt a szart, az basszus, két helyet foglal és cipelni kell az egész kurva játék alatt. Szóval megőrülök tőle. Nézzük csak, hagytam még itt valamit, vagy nem hagytam semmit az égvilágon. Elviekben itt felszedtem mindent, ami kell, ugye? Jól emlékszem? Úgy emlékszem, igen. Most hát egy pillanatra, szerintem kitakarom a képet pillanat. Ja, telibe ott van Baker, egy istenvert lőszer, az kell. Természetesen. Szóval akkor nézzük, hogy állunk. Azt mondja, hogy ami szükséges, gránát, igen, pisztoly, lőszerek, oké, azt mondja, hogy lőszer, igen. Most egy shotgunt azt nekem vinnem kell magammal, ami azt jelenti, hogy valamit nem fogok tudni, de majd mindjárt megoldjuk, jó? Azt mondja, hogy exchange kell nekem, nem? Nem ez kell, hanem, ja, inventory management, a faszom. Mindenképpen szeretném magammal vinni. Rebeka, maradjál egy picit, jó? Megoldjuk, jó? Legalább a következő részre. Legalább a következő részre. Jó, tehát első körben fogom magam.
Gyerünk, 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 gyerünk. Úgyis majd errefelé fogunk jönni. Visszafele. Szóval én ezt fogom magamat, és ettől megszabadulok. Jó? Tehát erre nem lesz szükségem. Most nem lesz szükségem. Meg igazából a pisztoly lőszerre sem, szóval azt is itt hagyom magamnak. Jó, később majd kelleni fog, később majd kelleni fog. És akkor most pedig Rebekával tele vagyok, mi? Nem, még egy darab helyem van. Kérdés az, hogy... ja, nem jó, úgyhogy akkor Billy. Bocsánatot kérek, elnézést, tényleg, tehát... Normál esetben egyébként nem kéne ennyit filóznom, mert ott hagyom az élettöltőket, aztán csókolom, de meg mondjuk a... Mi az Istent is el fogom hagyni. Pont azon gondolkodtam, hogy szerintem az égvilágon semmi szükségem nincsen például a Molotov koktélokra, de mindegy, most megtartottam magamnak. Jó, most megtartottam magamnak. Szóval gyerünk, 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 gyerünk. Le a létrán. Gyere, Rebecca, jó? Azt mondja, hogy akkor kell nekem ez mindenképpen. És akkor Billynek nincsen helye, ugye? Ellenben Rebeccának van, szóval... Egy darabot azt még fölveszünk az élettöltőbe. Legalább valami legyen a közelben, oké? Okay? Tehát ide igazából később is vissza fogok tudni jönni. Az elvileg spré, az pedig... Piros-zöld, jó? Legyen egy piros-zöld. Legalább valamit tartsak már meg magamnak, gyerekek. Legalább valamit. És akkor most pedig, ugye, köszönjük szépen. Most a tuti. Hát ja, kicsit tökölős. Melyik, hogy inventory management, nincs ebben semmi management, gyerekek. Isten vette, katasztrófa az egész, na mindegy. Na, Willy, te menjél oda, jó? Maradjál ott, oké? Okay? Köszönöm. Töké. Okay. És akkor most Willyvel bemegyünk. Oké? Okay? Oké. Okay. Big fucking templom. Remélem, hogy a hugsát az nála van. Vagy majd cserélünk. Nincs nála, mindegy, majd visszamegyek érte, jó? Na most itt pedig, ugye... Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Most itt befele megyek. Ez jó móka lesz, gyerekek, ez jó móka lesz. Na most biztos, hogy nem hoztam magammal. Jaj, oké, akkor ezt most jelenleg itt hagyjuk, jó? Ami kelleni fog nekem, az a shotgun lőszer, ami itt tanyázik jelenleg. Köszönöm szépen. És elvileg itt már nincsen semmi más, csak egy darab Iro gép, ami azt jelenti, hogy én kipakolom még a... jó, az robbanós, az tökéletes. Őt is kipakolom. Következő rész az nagyon szemét, hogyha muszáj egyet menteni. Mert hogy tudjátok. Na, ez a leghosszabb epizód eddig. Ne csak pöcsöltem. Szóval... Hamarosan jövünk.